pillanatait. Első helyszínünk a San Siro Milán-Láció mérkőzés. 58.000 néző a milánói stadionban. A Milán legutóbbi fordulóban 2-1-re kikapott a Sampdoriától, óriási meglepetésre. A Láció pedig függetlenül attól, hogy meggyengült a nyáron, 3-1-re legyőzte a Treviso együttesét. A Láció egyébként 7 mérkőzés óta nem nyert idegenbeli összecsapáson. Shevchenko a képen, aki ezúttal nem Gilardinoval kezd, hanem az égpárja Vieri lesz. A Milánban egyébként nincs Maldini, aki pihenőnapot kapott erre a mérkőzésre. 4. perc támadásban a Láció. Behrami megpróbálja a felső sarok felé emelni a labdát, ám az elkanyarodott a Dida kapuja előtt. Dilio Rossit látjuk, a Láció vezetőedzőjét. 12. perc. Kaladze íveli fel a labdát. Shevchenko egy az egyben a védővel, ennek ellenére be tudja vinni középre a labdát, és meg is szerzi a vezetést. Mondom, a 12. percben már is vezet a Milán. Hiába van ott a védő, befelé tolja a labdát, és aztán óriási erővel lő a jobb sarokba. Ez volt az ukrán Shevchenkónak az idei 3. gólja a bajnokságban. 14. perc. Szeréni a képen, ő védi tehát a Láció kapuját. Egy szabadrúgást végezhetett el a Milán. Hárman várják középen a labdát, Vieri a rövid oldalra, Szeréni kiejti, és érkezik Kaká, 2-0 ezzel már. Neki a 2. gólja ez. Egyrészt megpattant a labda az egyik védőn, másrészt, hogy ott feltűnt, a rövid oldalon Vieri, ez megzavarta Szeréni, de ennek ellenére a kapusnak illett volna megfogni a labdát. Itt tálcán kínált lehetőség volt ez a középen érkező Kaká számára. Itt van Maldini tehát. 22. perc. Nagyon enerválta játszott egyébként végig a mérkőzésen a Láció. Egy Zauri próbálkozás, Dida nagyon jó zárta a sarkot, így aztán elhalt a kapusban a labda. Aztán pedig Lest mutogat a helyet, hogy inkább a játékkal foglalkozna. 25. perc, nem történt szabálytalanság, mutatja Messinek, Kaká szerzi meg, Shevchenko, Kaká megindul a bal oldalon, Shevchenko még mindig, Kakának vissza, beemeli középre, Shevchenko lekezeli, lövi, Szeréni pedig lábbal véd. Dabon nagyon-nagyon rosszul őrizte, mondhatni alig őrizte Shevchenkót. 32. perc, Láció szabadrugás, Oddo próbálkozik, elegáns mozdulattal Dida szögletre ment. Talán a legjobbja volt egyébként a Lációnak a hátvéd Oddo. 45. perc. Kaká még mindig tartja a labdát, de most már szüksége lenne segítségre. Pirlónak gurította hátra, aztán Seedorf jó 30 méterről lő, és Szeréninek elképesztő nagy szerencséje van, mert nem tudott már belekotorni a kipattanó labdába Vieri. Hát ez a mozdulat sem éppen a kapus dicsérte. Gyakorlatilag az első félidőben minden eldőlt, hiszen Shevchenko és Kaká góljaival ekkor már 2-0-ra vezetett a Milán. Ez már fordulás után a találkozó 47. perc, egy parádés indítás Seedorf, és kihagyja a lehetőséget Shevchenko. Azt is mondhatjuk, hogy előző hibáját most Szeréni helyrehozta ezzel a bravúrral. Az indítás pillanatában nem volt Shevchenko lesen. 54. perc. Manfredini, aki csereként állt be, ő indít. Di Canio. Manfredini a bal oldalon helyezkedik, Di Canio még mindig. Átmegy a hosszú oldalra a labda. Oddo érkezik, nagyon nagy lövés. Dida mentett. Nagyszerű ütemben jött fel a jobb oldalon a támadással Oddo, és megcélozta a rövid sarkot. Hát túl sok ilyen látványban nem volt része a Láció szurkoló táborának, hogy a rómaiak helyzetbe kerültek volna a mérkőzésen. Ambrosini gurította hátra Pirlónak. Nagyszerű emelés, Cafu gyönyörűen mellel maga elé teszi, és megint Szeréni véd, megpróbálja kapura ollózni háttal a kapunak, Vieri,
A labda azonban elkerülte a Láció kapuját. Még egyszer megnézhetjük, ez egy nagyon nagy bravúr a kapustól, és ha bemegy, akkor szépségdíjas gól. Negyed óra van hátra mindössze a mérkőzésből. Ismételten egy jobboldali próbálkozás a Lációtól. Rocky fejelte a labdát. Jócskán kapu mellé. Minden esetre azért a mozdulata szép, hiszen ment a rövid oldalra, és Nesztát meg is tudta előzni. Egy perccel később Gattuso, ő is cserember volt a mérkőzésen. Szeréni nem jön. Kaká legurítja a labdát, Serginho lövése akad el, Cafu, ez is visszajön egy védőről, Gattuso Cafuhoz kerül, és megfogja Serini a labdát. Ez szerencsésen, sikeresen megúszta a Láció. És továbbra is inkább a Milán irányítja a játékot. 86. perc, Serginho, Ancelotti másik cseréje tehát, és aztán Kaká lövését védi a kapus, Ambrosini még ott van, ez pedig ellövi keresztbe. Gyakorlatilag ez volt az utolsó lehetőség a gólszerzésre a Milánnak, de nem sikerült Ambrosininak góllal befejezni a támadást. 2-0-ra győzött át a hazai csapat. Azt mondja Ancelotti, ez a találkozó nagy előrelépés a genovai meccshez képest, amelyen azonban csak az eredménnyel voltam elégedetlen. Ma jól futballoztunk, de biztos vagyok benne, hogy tudunk ennél is jobban játszani, ritmusosabban, határozottabban. Most az a jó hír, hogy elég könnyen sikerül gólhelyzetet kialakítani, és az is fontos, hogy a meccsek elején gyorsan vezetést szerzünk, mert rendkívül erős a csatársorunk. A Milán egyébként 11 meccs után először nem kapott gólt. A táblázaton a Milán a 8., a Láció pedig a 9.